3 lépésben emelkedik az orvosok fizetése, ha megszavazza az országgyűlés, hálapénzt adni és elfogadni már januártól tilos. Sorra szigorítják az óvintézkedéseket a járvány miatt az uniós tagállamok, a nemzetközi adatok alapján a magyar védekezés hatékony. Elkezdődött a fenntarthatósági hét, az államfő szerint, ha nem változtatunk, saját bolygónkat veszélyeztetjük. És óriási bevándorlási nyomás a déli határnál, hajnal óta több, nagyobb csoportot is feltartóztattak a rendőrök. Ez a híradó este 7:30-kor az M1-en, Németh Balázs vagyok, jó estét kívánok, kezdünk. Elkészült az orvosok béremeléséről szóló javaslat, 3 lépésben 2021-22, valamint 23. januárjában emelkednek a fizetések. A végeredmény tulajdonképpen az a bértábla, amit a Magyar Orvosi Kamara dolgozott ki. Csak nem bruttó 700 000 forintra nő a kezdő orvosok alapbére, a legtapasztaltabb doktorok fizetése pedig bruttó 2,4 millió forint lehet. Ha az országgyűlés megszavazza, akkor már jövő januártól tilos lesz hálapénzt adni és elfogadni. Fertőtlenítik az egyik koronavírusos betegeket gyógyító orvost a Szent Imre kórházban. Ezek a felvételek még tavasszal készültek. Az orvosok leterheltsége a járvány miatt azóta is folyamatosan növekszik, de most már a bérük is. Orbán Viktor szombat reggel fogadta a Magyar Orvosi Kamara vezetőit a Karmelita Kolostorban. A hónapok óta tartó egyeztetések végén a kormány elfogadta az orvosi bérek radikális emeléséről és a hálapénz megszüntetéséről szóló kamarai tervezetet, amit hétfőn az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényjavaslatként beterjesztettek az országgyűlés elé is. A miniszterelnök vasárnap reggel a Kossuth Rádióban azt mondta, a járvány második hulláma hosszabb és nehezebb lesz, ezért egyszerre kell végrehajtani átszervezési lépéseket és növelni az egészségügyi dolgozók teherbíró képességét. Az igazság az, hogy most válság van, és itt másképpen kell gondolkodni, és azokkal értettem inkább egyet, akik azt mondták, hogy éppen itt az alkalmas pillanat. Tehát, hogy a járvány az nem ellene szól egy nagy arányú bérrendezésnek, hanem inkább mellette szól, hiszen most összefogásra van szükség. Ez az a pillanat, amikor az orvosok bérében áttörő erejű javulást kell elérnünk, és ha összefogunk, akkor együtt újra sikerül fog. A béremeléseket több lépcsőben hajtják végre 2021 és 2023 között. 3 év múlva pedig a mostaninak több mint a duplája lesz az az összeg, amit a költségvetésből az orvosok bérére fordít majd az állam. 2023-ra az új bértábla szerint egy rezidens mintegy 700 000 forint alapbérre számíthat. Egy 15 éve praktizáló orvos már 1 400 000-re, aki pedig 35 éve dolgozik, az már csaknem 2 millió forintra. Ez azt jelenti, hogy egy orvos fizetése a karrierje végén már elérheti a 2 400 000 forintot is. Történelmi előrelépés jelent az egészségügyi dolgozók bérfejlesztése, közölte közösségi oldalán az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós azt írta, hogy elkötelezett az ágazati dolgozók elismerésében, az infrastruktúra fejlesztésében és a gyógyítás színvonalának további emelésében. A híradónak nyilatkozó elemző szerint egy régi problémára tett pontot a kormány az orvosok bérének jelentős emelésével. Nyilván ennek van egy nagy hozadéka, tehát a kormány azt reméli, hogy az orvos elvándorlás kérdése megoldódjon. Egyébként az orvos elvándorlásban már az elmúlt év adatait nézve történt fordulat, de emellett természetesen cél az is, hogy a különböző zavaros viszonyokat ezzel egyidejileg felszámolja, mind a kormány, mind pedig a szakmai kamara együttes erővel. A kormány által beterjesztett törvényjavaslat, elfogadva a Magyar Orvosi Kamara ajánlását, büntethetővé teszi a hálapénzt is. A BTK tervezett módosítása szerint januártól akár egy év börtönre is ítélhetik azt is, aki ad, és azt is, aki elfogad hálapénzt. A DK azt kezdeményezi, hogy az egészségügyi, valamint a szociális ágazat minden dolgozója kapjon 100%-os visszamenőleges béremelést. Arató Gergely szerint egy lépcsőben kellene végrehajtani az emelést, nem évekre széthúzva, és visszamenőleg már júliustól. A demokratikus koalíció azt fogja kezdeményezni a törvényjavaslat vitája során módosító indítvánnyal, hogy
tegyük ezt a javaslatot olyanná, hogy valóban nyújtson érdemi jövedelemnövekedés az egészségügyi dolgozóknak, és ne majd egyszer, ne csak ígéretként, hanem most azonnal. A Fidesz szerint a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal egyszer már tönkretette az egészségügyet. Azt írja a Fidesz, hogy a baloldali kormányok csak elvettek az egészségügytől, és hagyták leépülni a betegellátást. A kormánypárt közleménye szerint a baloldal nem segít az országnak, ehelyett kamu videókkal és kamu hírekkel támadja a járványügyi és egészségügyi dolgozókat. Továbbra is kevesebb, mint 700 koronavírusos beteget ápolnak a hazai kórházakban, az operatív törzs hivatalos adatai szerint. Az országos tiszti főorvos azt mondja, hogy így tartható az a rendszer, hogy koncentráltan a kijelölt kórházakba viszik a fertőzött betegeket, és hogyha kell, akkor ezekre a helyekre irányítanak át dolgozókat más intézményekből. Müller Cecília megint felhívta a figyelmet, hogy az óvintézkedéseket mindenki tartsa be. Katonai sátrakat állítottak fel a Szolnoki kórház bejáratánál. Mostantól csak ezeken keresztül lehet bemenni a szakrendelésekre. Így a betegek beléptetése biztonságosabb és egyszerűbb, ráadásul többé már nem kell a szabadban várakozniuk. A fűtött sátorban leülhetnek, melegedhetnek, amíg el nem jutnak a szűrőpontig. Egyiken a járóbetegellátásra érkezők, a másikon pedig a fekvőbetegellátásra érkezők tudnak minél gyorsabban áthaladni, és bízunk abban, hogy az időjárás minden nehézségétől meg tudjuk kímélni, hiszen ezek a sátrak fűthetőek, megfelelő nagyságúak, aki nem tud állni, még leülni is le tud ezekben a sátrakban. A Magyar Tartalékosok Szövetsége telepítette és üzemelteti a tábori sátrakat, amelyekben egyszerre több tucat ember tud egymástól megfelelő távolságra várakozni. Van bennük áram és a szellőzés is megfelelő. Ezek modern, korszerű NATO szabványú sátrak, rendelkeznek fűtő-hűtőberendezéssel, villamossági hálózattal, pneumatikus tömlővázzal rendelkezik, azon folyamatos automatika érzékeli a nyomást, tehát ezek a sátrak üzembiztosan hosszú távon alkalmazhatóak. A kórházak országszerte igazodnak a járványhelyzethez, ha kell, plusz intézkedéseket vezetnek be. A koronavírusos betegeket elsősorban a kiemelt központokban látják el. A fővárosban a Dél-Pesti Centrum Kórház az egyik ilyen. Itt tavasz óta mostanáig már 760 fertőzöttet kezeltek, közülük 120-at intenzív osztályon. Vályi Nagy István főigazgató az M1-en azt mondta, mindenre felkészültek, vezénylési és járványkezelési forgatókönyvet dolgoztak ki, amelyeknek köszönhetően a betegek ellátása tervezhetőbbé vált. Fel vagyunk készülve, felszerelésre egyáltalán nincs szükségünk. A kezdetén ugye mindenki kapkodott, és igazából nem tudtuk, hogy mi lesz az optimális, hogy fogjuk optimálisan ellátni a betegeket. Most már olyan terveink, gyakorlatilag felvonulási terveink vannak, hogy mennyi ágyat ürítünk ki, milyen osztály működését szüneteltetjük átmenetileg, és hova fektetjük le az egyre nagyobb számban jelentkező betegeket. A legfrissebb adatok szerint Magyarországon egy nap alatt 905 új fertőzöttet azonosítottak, a szövődményekben 11-en haltak meg, közülük 10-en 70 év felettiek voltak. Az éppen betegek száma meghaladja a 22 ezret, 649-en vannak kórházban, közülük 40-en lélegeztetőgépen. Nő az ápoltak száma. Egyre több a kórházban ápolt beteg, ezért szükség van az egészségügyi dolgozók átvezénylésére. Ez ütemezett, tervszerűen zajlik, közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hozzátette, a gyógyításhoz minden feltétel adott. Az egészségügyi intézményekben folyamatosan rendelkezésre áll 2 hétre elegendő védőeszköz. Továbbra is igyekszünk a koronavírusos betegeket koncentráltan ellátni, ott azokon a kijelölt helyeken, ahol minden feltétel adott. Ezekhez a lélegeztetőgépeken túl a gyógyszerkészletek és minden technikai eszköz megvan ezeken a helyeken, viszont nyilvánvalóan a beteg számtól függően személyzetet kell rendelnünk az ellátáshoz. Ez is tervszerűen zajlik. Müller Cecília elmondta azt is, hogy az influenza elleni oltás nem jelent veszélyt, még akkor sem, ha azt valaki a koronavírus lappangási idő
időszakában kapja meg. Ezért mindenkinek ajánlja, de legfőképpen a 60 év felettieknek és a krónikus betegeknek. Ezentúl pedig a tiszti főorvos továbbra is kiemelten kéri az óvintézkedések betartását, mert csak így fékezhető meg a járvány. De a kormány továbbra sem tervez új szigorításokat, ahogy már többször elhangzott, az a cél, hogy működjön az ország, ne kelljen megint leállítani a gazdaságot. Orvosok szerint nagy segítség, hogy sokkal többet tudnak már a vírusról, mint az első hullám idején, így arányaiban jóval kevesebb a haláleset, mint tavasszal. A magyar adatok egyébként többféle összehasonlítás szerint Európában a jobbak közé tartoznak. Az emberek azt akarják, hogy Magyarország működjön. Ennél erősebben is fogalmaznak, Magyarországnak működnie kell. Nem engedhetjük meg, hogy a vírus újra megbénítsa Magyarországot. Szeptember közepén a Kossuth Rádióban beszélt arról Orbán Viktor miniszterelnök, hogy milyen stratégiával veszi fel az ország a harcot a járvány második hulláma ellen. A cél most az, hogy ne kelljen leállítani az országot, miközben eredményes a védekezés is. A Magyar Nemzetben megjelent összesítés szerint Magyarország a hatékonyabban védekező államok közé tartozik az Európai Unióban, az 1 millió főre vetített halálozások száma alapján. A népességarányos halálozási mutató nálunk 85, amivel a 12. helyen állunk az Unióban. Ez a mutató Belgiumban a legrosszabb, ott több mint 10-szer olyan magas a halálozások aránya, mint nálunk, de a spanyoloknál, az olaszoknál és a svédeknél is sokkal rosszabb a helyzet, mint Magyarországon. Érdemes összevetni a 100 000 főre vetített adatokat is. Eszerint is Belgiumban az egyik legrosszabb a helyzet 87 halálos áldozattal. Olaszországban 60-an, Írországban 37-en haltak meg 100 000 lakosból. Magyarországon ugyanez a szám, jelenleg 8. Majdnem ugyanez a sorrend, ha a 100 000 főre jutó fertőzöttek számát nézzük ugyanezekben az országokban. Belgium 1028, Írország 744, Olaszország 531, míg Magyarország 287. A Magyar Nemzet azt is megjegyzi, az elmúlt 10 napban 113-an haltak meg a koronavírus miatt itthon, és a napi fertőzés szám 1000 körül mozgott. Tavasszal a mostanihoz hasonló haláleset lényegesen kevesebb, megközelítőleg tizedennyi megbetegedésre jutott. Vagyis jelenleg sokkal jobb a halálozási arány Magyarországon, mint az első hullám idején volt. Európa több országában folytatódtak a fokozatos szigorítások, a cseheknél a fél országban már nem járhatnak be a középiskolákba a diákok, átállnak távoktatásra. Párizsban a bárok és a szórakozóhelyek mellett zárják az uszodákat, a konditermeket, Írországban több szakértő 4 hetes teljes leállást javasol, és még hosszan lehetne sorolni azokat a helyeket, ahol baj van. Egyik kormány sem akart zárni, de valamit lépniük kell. Május közepén nyithattak ki, kettől pedig ismét be kell zárniuk a párizsi bároknak és kávéházaknak. A hétvégén újabb negatív rekord dőlt meg az országban, egy nap alatt 17 000 új fertőzöttet regisztráltak. Olyan rohamosan emelkedik a megbetegedések száma, hogy a párizsi kórházak lassan megtelnek, ezért a francia fővárosban hétfőn elrendelték a legmagasabb szintű járványügyi riasztást, és újabb szigorításokat vezettek be. Az üzletekben este 10 után nem lehet alkoholt vásárolni, köztéren tilos lesz alkoholt fogyasztani, és a hangos zenét is megtiltjuk. Mindezt azért tesszük, hogy az emberek ne kezdjenek a tereken, utcákon partizni, mondta a párizsi rendőrkapitány. Hatalmas felháborodást keltett, hogy kettől az éttermek és a bisztrók is csak este 10-ig lehetnek nyitva. Az üzemeltetők attól tartanak, hogy a korai zárás, illetve az, hogy a vendégeknek előzetesen regisztrálniuk kell, sokaknak kedvét szegheti. Ennek pedig katasztrofális következménye lehet a már most komoly nehézségekkel küzdő párizsi vendéglátósok számára. Kettől legalább 2 hétre bezárnak a párizsi uszodák, konditermek és egyéb sportlétesítmények is. Európában, Madridban és környékén a legsúlyosabb a helyzet. A spanyol fővárosban 100 000 lakosra 850 fertőzött jut, ezért ott már péntek éjjel szigorú vesztegzárat léptettek életbe. A korlátozások több mint 3 millió embert érintenek. Ők csak akkor hagyhatják el az otthonaikat, ha munkába vagy iskolába mennek, illetve ha orvosi ellátásra szorulnak. Hétfőtől ismét szükségállapot lépett életbe Csehországban. Az elmúlt héten ugyanis több mint 3500 fertőzöttet regisztráltak az országban naponta. A szükségállapot ideje alatt az orvostanhallgatókat is bevonhatják a kórházi munkákba. Eközben karanténba vonult Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, miután koronavírus fertőzöttet találtak a közvetlen környezetében. A közelmúltban ugyancsak karanténba kellett vonulnia Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének is, emiatt 1 héttel később tartották meg az uniós csúcsot Brüsszelben.
Itthon megint plazmadonorokat keres a vérellátó szolgálat. Tavasszal bebizonyosodott, hogy a koronavírusból kigyógyult korábbi fertőzöttek véréből olyan különleges plazmakészítményt lehet előállítani, ami javítja a súlyos állapotban lévő betegek túlélési esélyeit. Ezért kérik, hogy akinek volt pozitív PCR-tesztje, de már 3 hete tünetmentes, jelentkezzen. A vércsoportnak megfelelően csoportosítják és hűtik a plazmákat ebben a budapesti központban. Vészesen fogy a készlet, van, amiből már csak alig pár darab maradt. Most például még nincs is olyan, ami azonnal beadható lenne, és lehet látni, hogy D-sből és nullásból csak egy-egy van. Itt havonta csak nem 50-en jelentkeznek donornak, közülük azonban csak alig ötödüknek alkalmas a plazmája a koronavírusos betegek gyógyítására. Laca Zsombor, ortopéd traumatológus szakorvos a Híradónak azt mondta, nem csoda, hogy kevés a donor, hiszen a jelenlegi fertőzöttek még nem estek át a betegségen, így egyelőre vérplazmát sem adhatnak. Hiába nagy a betegszám, plazma donornak még kevesen alkalmasak, hiszen még nem futott le a betegség bennük. Jellemzően a tünetek kezdete után 4-6 héttel alkalmasak az emberek a leginkább plazma donornak, és tömegével ezek még csak most lesznek jelentkezők. Donorokat keres most a Semmelweis Egyetem is. Dolgozóikat, hallgatóikat, sőt civileket is arra buzdítanak, hogy aki tud, adjon vérplazmát, segítve ezzel a fertőzöttek gyógyulását. Mi már az első hullámban is alkalmaztuk a plazmaterápiát. Alapvetően akkor jó alkalmazni, amikor a betegek bekerülnek a kórházba, tehát kórházi kezelést igénylő betegeknél javasolt adni. Biztonságos maga a plazmaterápia, tehát ugyanolyan, mint más transzfúzió. Olyan 18 és 65 év közöttieket várnak, akik átestek a koronavírus fertőzésen, de már egészségesek. Nem szednek rendszeresen gyógyszert, és nincs krónikus betegségük. De nem csak a Semmelweis Egyetem, hanem az Országos Vérellátó Szolgálat és a Délpesti Centrum Kórház is plazmadonorokat keres. Olyanok jelentkezését várják, akiknek korábban pozitív lett a tesztje, de legalább 3 hete tünetmentesek. Azt látjuk, hogy egyre több beteg fekszik kórházban, látjuk az adatok alapján, hogy egyre több a súlyos beteg, akiknek a kezeléséhez ez a plazmaterápia, ez nagyon fontos eszköz, akár életmentő gyógyszer is lehet, életmentő segítség. Ehhez viszont olyan emberekre van szükségünk, olyan donorokra, akik korábban átestek a fertőzésen és jelentkeznek erre a speciális plazmaadásra. A plazmaterápia sikerességét igazolják magyar és amerikai kutatások is, azoknak a koronavírus fertőzötteknek, akik kórházba kerülésük után 3 napon belül megkapták a terápiát, több mint 30%-kal javult a túlélési esélyük. Egy Heves megyei ápolónő, egy néptáncpedagógus, egy idős embereket gondozó hölgy és egy virológiai kutatócsoport női tagjai vehették át a Nők Magyarországért díjat. Ahogy az ünnepségen elhangzott, ők a mindennapok hősei, akik a frontvonalban harcoltak az első járványhullám idején, de nem kerültek reflektorfénybe. Összesen 500 jelölt volt, közönség szavazással dőlt el, hogy kik kapnak díjat. Azt akarom megbeszélni, hogy holnap már jövök. Fábián Barbara, házi orvosi asszisztens a Heves megyei Novaj községben. A veszélyhelyzet alatt végig azon dolgozott, hogy tájékoztassa a lakosságot a járvány kockázatairól és a megelőzés fontosságáról. Megszervezte a maszkgyártáshoz szükséges anyagok beszerzését, majd a védőfelszerelések szétosztásában is főszerepet vállalt. Mindezt egyedülálló 3 gyermekes anyaként. Munkáját most díjjal jutalmazta a Nők Magyarországért klub. Nehéz megszólalni, mert nem is tudom, hogy igazából hány olyan ember volt az országban, akit senki nem jelölt, pedig megérdemelte volna. Ehhez képest én még bejutottam az 5-be is, és még az 5-ből is ide is. Fábián Barbara mellett Balatoni Katalin, Klenik Sándorné és a Szent Ágotai János Kutatóközpont virológiai kutatócsoportjának női tagjai is díjat kaptak. Az országos védekezés az ilyen lokális teljesítményeknek köszönhetően válhatott igazán sikeressé. Az, hogy Magyarország ilyen példaértékűen vette a vírus első hullámainak akadályát, mindannyiunk közös sikere, és ehhez hozzájárult mindaz, hogy a teljesítmények helyi szinten is, a kis közösségekben is megmutatkozzanak. A családokért felelős miniszter, a klub elnöke arról beszélt, olyan embereket díjaztak, akik az első vonalban harcoltak, de nem kerültek reflektorfénybe.
Vannak olyanok, akik a frontvonalban dolgoznak, akár az egészségügyben, a szociális területen, az oktatásban, vagy az élet bármely területén, és a kötelezőn túl teljesítenek. Ilyen nőket díjaztunk ma a Nők Magyarországért díjjal. Egyrészt visszaigazolás ez az ő munkájukról, másrészt pedig erő a jövőre, mert még előttük is komoly feladatok állnak. A Nők Magyarországért Klub 4 kategóriában ismerte el azokat a hölgyeket, akik a koronavírus járvány elleni védekezésben kiemelkedő munkát végeztek. Csak nem 500 jelölés érkezett. Minden kategóriában 5 nőt tüntettek ki. Közülük egy-egy fődíjast is elismertek, a közönségszavazás nyerteseit. A csoportok fődíja 5 millió forint pénzjutalommal is jár. Némileg a koronavírus árnyékában, de elkezdődött a fenntarthatósági témahét. Péntekig tart, több mint 1700 iskola vesz részt a programban. Áder János államfő éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy a klímaváltozással kapcsolatos kérdések és problémák akkor is itt maradnak, hogyha majd elmúlik a járvány. Azt mondja, hogy muszáj megváltoznunk, mert a jelenlegi fogyasztással saját bolygónk életét veszélyeztetjük. Egy kicsit a gyomokat még próbáljuk megkiszedni. Az iskolai fűszerkertet rendezik a diákok ebben a zalaegerszegi iskolában. Egy másik intézményben a közös papírgyűjtésre készülnek a gyerekek. Nyisd ki a szemedet, csökkentsd a szemetet. A legkisebbek pedig épp egy a tudatos fogyasztásról szóló előadást hallgatnak. Bár a fenntarthatóság kérdését különböző oldalról közelítik meg, mindannyian környezettudatos életmódot folytatnak. Ebben segít a most kezdődő fenntarthatósági hét is, amihez már több mint 1700 iskola, 380 ezer tanulója csatlakozott az egész Kárpát-medencéből. Ugyanis idén csak nem 120 határon túli iskola is részt vesz a programokon. A szövetség nagyon fontosnak tartja azt, hogy a fiatalok felé olyan üzeneteket közvetítsen, ami összefügg a fenntarthatósággal, ami középpontba helyezi azokat a zöld témákat, ami arra irányítja a fiatalok figyelmét, hogy a bolygónkat, a Földet meg kell őrizni az utódoknak. Előadások, helyszíni látogatások és önkéntes órák, mind a környezetvédelem jegyében. Erről szól a fenntarthatósági hét immár 5. éve. Az idei esemény online megnyitóján a fővédnök Áder János köztársasági elnök azt mondta, a klímaváltozás napjaink legfontosabb témájává vált, hiszen a mai generáció az első, amelyik már a saját bőrén érzi a klímaváltozás következményeit, és az utolsó, amelyik még tehet ellene. A témahét jó alkalom a tájékozódásra, a tudás gyarapítására, kérdések felvetésére, megoldások keresésére, szemléletformálásra. Kiindulásként a közös gondolkodáshoz Gábor Dénes, Nobel-díjas magyar tudós szavait ajánlom, aki már 60 évvel ezelőtt a következőket mondta. Az emberiség mostanáig a természettel küzdött. Mostantól a saját természetével kell megküzdenie. Idén a koronavírus járvány miatt nem csak a megnyitót, hanem az előadásokat, a tanórákat és a versenyeket is online tartják meg. Így a csatlakozó osztályok minden délelőtt 10 órától élőben követhetik a közvetítéseket. Az október 9-éig tartó témahét célja, hogy a fenntarthatóság üzenete a tanárokon és a diákokon keresztül a lehető legtöbb emberhez eljusson. Az európai politikai elit egyik sláger témájáról vitatkoznak az Európai Parlamentben, arról, hogy hogyan lehetne összekötni az uniós kifizetéseket a jogállamisági feltételekkel. Főként a baloldali, illetve a liberális képviselők gondolják úgy, hogy büntetni kellene azokat a tagállamokat, amelyek szerintük nem igazi demokráciák. Állandó, jogilag kötelező érvényű jogállamisági eszközre van szükség, mert a nemzeti kormányok aláássák a demokratikus intézményeket, mondta a liberális Mihály Simecska az Európai Parlamentben. Az uniós törvényhozás egy saját jogállami feltételrendszeren dolgozik, amelyhez az ülésen is támogatást kaptak az Európai Bizottságot képviselő Vera Jourovától. A jogállamiság megsértése nem tolerálható. Az európai intézmények sérthetetlenségét az nem veszélyeztetheti. Az európai értékek nem eladók, egyetértünk az Európai Parlament javaslatával, miszerint létre kell hozni egy olyan mechanizmust, amely az európai értékeket megvédi, hangsúlyozta az Európai Bizottság alelnöke. Nem arról van szó, hogy a joguralom nemes eszméjét szeretnék érvényesíteni
az Európai Unió hétköznapi működésében. Az Európai Parlamentben politikai zsarolása alkalmas eszközön dolgoznak. Nyilatkoztam még az ülés előtt Deutsch Tamás az uniós törvényhozás tervezetéről. A fideszes EP képviselő szerint olyan tagállamokkal szemben akarnak majd fellépni, amelyek döntései nem követik a brüsszeli politikai fősodor elvárásait. Ezeket a politikai zsarolási eszközöket, amelyekkel jogi lehetőségét akarják annak megteremteni, hogy politikai okokból pénzügyileg, jogilag zsarolni lehessen Európai Uniós tagországokat. Nos, ezt a lehetőséget a lehető leghatározottabban vissza fogjuk utasítani. A jogállamiság nem hivatalosan a múlt heti uniós csúcson is szóba került. Sajtóhírek szerint Mark Rutte holland miniszterelnök, a Fukar négyeknek nevezett országcsoport leghangosabb tagja, vétóval fenyegetőzött, ha nem kötik szigorú jogállamisági feltételekhez az uniós kifizetéseket. A jogállamiságról szóló vita a fukarok titkos fegyvere, amivel szeretnék megakadályozni a koronavírus járvány elleni pénzalap létrehozását. Nyilatkozta a csúcs találkozó előtt Orbán Viktor a Reuters hírügynökségnek adott interjúban. A miniszterelnök hangsúlyozta, valójában nem a jogállamiságról van szó, hanem arról, hogy egyes országok hogyan tudják megállítani a nyáron meghozott döntés végrehajtását. Egyetlen feladatot kell végrehajtani Európában, az a járvány elleni védekezés. Erről már a Kossuth Rádióban beszélt vasárnap Orbán Viktor. No, erre kellene összpontosítani. Ehhez képest megtámadják a tagállamokat, előszedik újra a migráció kérdését, érthetetlen jogállami vitákat generálnak, holott egyetlen dolgunk volna. Megfékezni a világjárványt Európában. A miniszterelnök célként az emberek egészségének megőrzését, biztonságuk szavatolását és a munkahelyük megvédését jelölte meg. Akciódús napjuk volt a rendőröknek a déli határnál. Néhány órán belül több nagy csoportban, csak nem 80 illegális bevándorlót tartóztattak fel. Főként szírnek, illetve afgánnak mondták magukat, de volt köztük iraki, iráni, sőt indiai is. A rendőrök vélhetően átvizsgálják, hogy hol juthattak át, és hogyan ilyen sokan. Kenyeret és üdítőt vásároltak ebben a szabadkai kisboltban ezek a migránsok. Az autóbusz pályaudvar környékén és a főút mentén is kisebb-nagyobb csoportokban látni őket. Azt mondják, csak egy céljuk van, Nyugat-Európába jutni a jobb élet reményében. Van, aki már évek óta szeretne átjutni a környékbeli magyar határszakaszokon. Próbálkozom, és továbbra is folyamatosan próbálkozni fogok, mert Európába szeretnék menni. 2 éve itt vagyok, ez már túl sok, mondja ez a tunéziai férfi. Ketten voltak, átutatták a házat, és pénzt vittek el. A határmenti Horgoson is egyre nagyobb a feszültség a bevándorlók miatt. Az itt élők azt mondják, a migránsok a legtöbbször elhagyatott házakat foglalnak el, de néhány napja egy 5 tagú magyar családhoz törtek be az éjszaka közepén. A migráns az pedig ott volt az édesanyám lábánál a hálószobájukban, és még a fiókokat is nyitogatta közbe. A legfrissebb adatok szerint Szerbiába 150-200 bevándorló lép be naponta, ami 30%-kal több, mint tavaly ugyanekkor. Így nem csoda, hogy a magyar határszakaszon is nő a nyomás. A hétvégén csaknem 400 határsértővel szemben intézkedtek Magyarországon. Csongrád-Csanád megyében pedig hétfőn is sok dolga volt a rendőröknek. Eldobált flakonok és hátizsákok Ruzsakül területén, ahol hajnalban fogtak el egy szlovák embercsempészt, aki furgonjában 17 migráns szállított. Nem sokkal később pedig 21 határsértőt tartóztattak fel, akik a településen keresztül próbáltak az ország belseje felé jutni. Mindannyian afgán, jemeni, szír, iráni, indiai és iraki állampolgárnak vallották magukat. A község polgármestere szerint az emberek már megtanulták, hogy ha bevándorlókat látnak, azonnal értesíteni kell a hatóságokat. Mi is érzékeljük azt, hogy megnövekedett a migráns forgalom, ez várható volt a hideg beálltával, nyilván megindultak azok az emberek is, akik eddig türelemmel vártak a határ másik oldalán, de mint lakosok és mint a településen élők, hál' Istennek ebben nem nagyon veszünk észre sok negatívumot, hisz a határrendészet, illetve a rendőrség teszi a dolgát, és ezeket a csoportokat általában a külterületen, az erdős részeken tudják megfogni. Innen néhány kilométerre, 5 tömös mellett egy 22 tagú határsértő csoportot kaptak el a rendőrök, röszkén pedig 14 afgán férfit tartóztattak fel, akik szintén illegálisan érkeztek az ország területére. 11 esetben 88 határsértő próbált meg jogellenesen bejutni az országba október 5-én 0 óra és 12 óra között Csongrád-Csanád megyében.
A rendőrök feltartóztatták, majd az idegenes biztonsági határzárhoz kísérték a migránsokat. Ugyanebben az időben egy szlovák férfival szemben embercsempészés büntet miatt indult eljárás. A hatóságok az egész országban kiemelten figyelnek az embercsempészekre. Az elmúlt héten többen is migránsokkal teli autókkal próbáltak elmenekülni a rendőrök elől, és olyan is volt, aki balesetet okozott. Az M1-es autópályán hétfőn is elfogtak két embercsempészt, akik 5-5 szír migránst próbáltak Ausztriába juttatni. A rendőrségi felvételeken jól látszik, hogy balesetveszélyes módon a csomagtartóba zárva is szállították őket. A külföldi járművezetőkkel szemben eljárás indult, az illegális bevándorlókat pedig visszakísérték a biztonsági határzárhoz. A bevándorlás volt az egyik kiemelt téma a cseh, illetve a magyar külügyminiszter prágai tárgyalásán. Szijjártó Péter azt mondta, Magyarország számára teljesen elfogadhatatlan az Európai Bizottság bevándorlási paktuma. Lehetetlennek tartjuk, hogy embercsempészek döntsenek arról, kik jöhetnek Európába és kik maradhatnak itt. Úgy fogalmazott Szijjártó Péter, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy sem az embercsempészek, sem Brüsszel, sem senki más nem dönthet helyettünk. A migrációs hullámok innentől kezdve nem csak biztonsági és kulturális kockázatot, hanem nagyon komoly egészségügyi kockázatot is fognak jelenteni Európa országai számára, és hogy elkerüljük ezeket a kockázatokat, az egyetlen megoldás az, hogy meg kell állítani az illegális migrációt. Sajnos az Európai Bizottság új paktuma elköveti azokat a hibákat, amiket az elmúlt 5 évben is folyamatosan elkövettek, vagyis a migrációt kezelni akarják és nem megállítani. A mi célunk azonban a migráció megállítása. Valószínűleg tovább enyhíti a baloldali olasz kormány azokat a bevándorlást fékező intézkedéseket, amelyeket még Matteo Salvini belügyminisztersége idején vezettek be Olaszországban. Sajtóhírek szerint újra be lehetne adni úgynevezett humanitárius menedékkérelmet, amely fél évre majdnem automatikusan menekült státuszt nyújtana a tengeren érkező bevándorlóknak. Ráadásul ezt a fél évet többször meg tudnák hosszabbítani. A jelenlegi nagyméretű befogadótáborok helyett visszatérhet a 2019 előtti rendszer, amely a bevándorlókat kisebb csoportokban szétosztaná az olasz önkormányzatok között mindenhol az országban, és részlegesen eltörölhetik a bevándorlókat taxisztató NGO hajókra kivetett bírságokat is. Egy kazak származású, de német állampolgársággal rendelkező férfi követett el a gyanú szerint antiszemita támadást Hamburgban, ásóval támadt egy zsidó diákra tegnap délután egy zsinagóga előtt. A rendőrök szerint a támadó zsebében volt egy cetli, amin egy horog keresztet találtak. Nem csak Németországban, hanem Nyugat-Európa több országában elszaporodtak a zsidók elleni támadások az utóbbi években. Ezek egy része szélső jobboldali, más részük pedig iszlamista körökhöz köthető. A támadás a hamburgi zsidóság egyik fontos jelképénél, a II. Világháború után elsőként felépült ortodox zsinagógánál történt vasárnap délután. Egy katonai ruhát viselő férfi gyalogsági ásóval rontott rá egy 26 éves zsidó diákra, aki éppen be akart lépni a templomba. Az áldozat súlyos fejsérülést szenvedett, de így is sikerült kitérnie a többi ütés elől. Ezután a támadót a zsinagóga biztonsági szolgálata leteperte. Sokkoló, hogy ez megtörténhetett itt a zsinagógánk előtt, egy olyan utcában, ahol állandó a rendőri jelenlét, mondta a támadás után a hamburgi főrabbi. A hatóságok később azt közölték, hogy a gyanúsított 29 éves és német állampolgár, aki elfogásakor zavartan viselkedett. Több német hírportál ugyanakkor rendőrségi forrásra hivatkozva azt írta, hogy a gyanúsított kazak származású. A német külügyminiszter vasárnap esti Twitter üzenetében már egyértelműen antiszemita támadásnak nevezte a történteket. Ez nem elszigetelt incidens volt, hanem visszataszító antiszemita támadás, amely ellen mindannyiunknak ki kell állnia, írta Heiko Maas. A rendőrség hétfői tájékoztatása szerint is a körülmények egyértelműen gyűlöletbűncselekményre utalnak. A bizonyítékok szerint a támadás szélső jobboldali hátterű antiszemita bűncselekmény volt. Az ügyészség emberölési kísérlet és súlyos testi sértés miatt folytat vizsgálatot, mondta a hamburgi rendőrség szóvivője. Ezt a feltételezést erősíti az a tény is, hogy a támadás csaknem pontosan a Hallei zsinagógánál elkövetett vérengzés első évfordulóján történt. Tavaly október 9-én Halléban egy fegyveres megpróbált behatolni a zsinagógába, ahol mintegy 80 hívő tartózkodott.
A támadó azonban nem tudott bejutni sem a zsinagóga, sem a mellette lévő zsidó temető kapuján, ezután az utcán tüzet nyitott egy nőre, majd egy közeli török büfében is meggyilkolt egy embert. A 28 éves merénylő menekülés közben maga is megsérült, amikor a rendőrökkel tűzharcba keveredett. A férfit végül a várostól 30 kilométerre fogták el, a gyanúsított az interneten közzétett kiáltványa szerint korábbi terrortámadásokat akart utánozni. Elfogadhatatlan, hogy a főpolgármester egy olyan jelölt mellé áll a borsodi időközi választáson, aki Budapestet Judapestnek nevezte, ezt mondta egy interjúban Fürjes Balázs, a fővárosi fejlesztésekért felelős államtitkár. Szerinte a náci ellenzéki jelöltnek nincsen helye a közéletben. Bíró Lászlóval kapcsolatban több botrány is megjelent a sajtóban, de a baloldali pártok továbbra is kitartanak mellette. Cégtemetőben végezte Bíró László volt vállalkozása. A baloldal közös borsodi jelöltjéről ezt írta hétfőn a Mandiner. A portál arra hívja fel a figyelmet, hogy a politikus korábbi kétes cégügyei után újabb botrányos részlet került elő. A bíróság a céget eltiltja a további működéstől, egyben megszűntnek nyilvánítja és elrendeli a társaság ellen a kényszertörlési eljárás megindítását. Ez áll a Hegyalja Mix nyilvános cégtörténetéhez mellékelt bírósági végzésben is. A Mandiner szerint a módszer kísértetiesen hasonlít arra az eljárásra, amelyet cégtemetésként szoktak emlegetni, vagyis amikor egy vállalkozás vezetője úgy száll ki a tartozásokat felhalmozó cégből, hogy annak nem marad vagyona. A valódi felelősök helyett előre tolt vezetők legtöbb esetben kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek, akiket valós lakcím hiányában a hatóság el sem ér. A bíróság így kénytelen törölni a vállalatot. A portál szerint ez történhetett a baloldal borsodi közös jelöltjének korábbi cégében is. Bíró László 2016-ban hatalmas veszteséggel szállt ki a Hegyalja Mix szociális szövetkezetből, annak ellenére, hogy egy korábbi pályázaton 50 millió forintos állami támogatást nyert a vállalkozás. Közben több munkavállalónak sem fizették ki a jogos bért, ám aki ezt szóvá tette, azt Bíró László az alkalmazottak beszámolói szerint megfenyegette. Mit mondott önöknek? Hát, hogy a fejünkhöz tart valamit. Bejön, és a fejünkhöz tart valamit. Ígért 20 000 forintot, de én nem láttam belőle semmit. Nem fizette ki. Hamis híreket nem hamis hír, mert itt jártunk. A céggel kapcsolatos ügyek ellenére Bíró László kitartóan állítja, hogy neki nincsenek strómanjai, és azt is tagadta, hogy nem fizette ki a dolgozókat. Ez így vegytiszta hazugság, ennyit tudok róla mondani. Bíró Lászlónak hívják a mi jelöltünket, a mi közös jelöltünket. A politikust a balliberális pártok is védelmükbe vették, és akkor sem határolódtak el tőle, amikor kiderült, Bíró László a külföldi zsidó turistákra utalva tetőcsúszdásokat. A főváros kapcsán pedig Budapest helyett Judapestet emlegetett. Bíró László a Jobbik politikusa ugyan, de minden ellenzéki párt támogatja. Bíró László mögé nemrég a főpolgármester is beállt. Karácsony Gergely egy videóüzenetben kért támogatást a Jobbikos jelöltnek, arra hivatkozva, hogy a politikus már bocsánatot kért, a baloldalnak pedig muszáj összefognia. Akkor pártfegyelemből minden megtehető? Tehát akkor legközelebb jön egy anyagyilkos? Bűn és durva mulasztás. Ezt már a miniszterelnökség fővárosi fejlesztésekért felelős államtitkára mondta a Pesti TV-n arról, hogy Budapest első embere teljes messzélességgel buzdított Bíró László támogatására. Budapestet Judapestnek nevezte és judapestezett, és a vallásszabadságból a vallási előírásukat követő vallásos zsidó embereknek a hajviselete miatt pedig, elnézést megint a kifejezésért, tetőcsúszdázott. Tehát nagyon otromban, nagyon durva, nyíltan antiszemita, rasszista kifejezéseket használt, és ahelyett, hogy Budapest első embere ezt kikérné magának, Karácsony Gergely, a judapestező, hát mondjuk ki, náci jelölt mellé áll, és azt mondja, hogy rá kell szavazni, sőt jelöli, a nevére veszi, hiszen ő is a jelölő szervezetek egyike. Szerintem ez elfogadhatatlan. Fürjes Balázs úgy fogalmazott, Karácsony Gergely döglött halként úszik az árral, és egy olyan jelöltet támogat, akinek nincs helye a közéletben. Ez pedig, mint mondta, legalább akkora sérelem a választóknak, mint Bíró László antiszemita kijelentései. Kétszer kétsávosra bővíthetik a 37-es út Szerencs és Gesztely közötti szakaszát. A fejlesztés részleteiről már ezen a héten dönthet a kormány. Koncz Zsófia, a vasárnapi borsodi időközi országgyűlési választáson induló kormánypárti jelölt, Palkovics László innovációs miniszterrel közösen tartott tájékoztatót. Arról beszélt Koncz Zsófia, hogy az út bővítése Szerencs és a városon keresztül az egész térség fejlődésére hatással lesz. Nagyon szép.
A járványügyi intézkedéseket betartva köszöntötte az egyik szerencsi családtagjait Koncz Zsófia. A kormánypártok országgyűlési képviselőjelöltje a vasárnapi időközi választásokig járja a térség településeit. Kampányához hétfőn az igazságügyi miniszter is csatlakozott, Varga Judit az uniós források észak-magyarországi felhasználásának lehetőségeiről egyeztetett a politikussal. Nagy terveim vannak azzal, hogy a Miskolci Egyetem egy olyan vonzó oktatási intézmény legyen, amely a régióban képes tartani az itt születetteket, hiszen a legnagyobb kihívása a régiónak az elvándorlás és a fiatalok helyben tartása, ami egy életpályát szeretnénk kínálni egészen a bölcsödétől a nyugdíjig, és ebben a Miskolci Egyetemnek egy nagyon fontos szerepe lesz, illetve a különböző beruházásokat ide vonzani. A térség kormánypárti országgyűlési képviselőjelöltjének a helyiek közül többen is azt mondták, a fejlesztések mellett a szerencset Miskolccal összekötő 37-es főút bővítése könnyítené meg leginkább a mindennapokat. Nyíklátházán dolgozom, és a 2x2-sávos 37-es örülnénk, ha minden hamarabb megépülne, munkába járás miatt. A beruházás jövőre kezdődhet. Ezt már Koncz Zsófia, Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel jelentette be szerencsen. A 38 milliárd forintos fejlesztés részleteiről szerdán dönt a kormány. Palkovics László úgy fogalmazott, a 37-es főút 2x2 sávossá tételének a közlekedés könnyítése mellett a munkahelyteremtésben is komoly jelentősége van. Ez össze fog kötni egy sor települést, össze fog kötni két nagyváros, Miskolcot, illetve Szerencset, és hát, ahogy mondani szokták, egy út az mind a két irányba vezet, de ez nem csak a szerencsieknek teszi, hogy Miskolcot könnyebben el lehet érni, hanem, és ez egy új aspektus a gazdaságfejlesztésünknek, hogy Miskolcról is el lehet jönni ebbe az irányba, és egyébként ilyen értelemben nem lesznek távolságok. Koncz Zsófia kiemelte, Szerencs fejlődése az egész térséget meghatározza. A településen, mint mondta édesapja Koncz Ferenc, a térség előző országgyűlési képviselője. Az elmúlt 10 évben csaknem 25 milliárd forintnyi, egyebek mellett turisztikai és infrastruktúrális beruházást, helyi identitást erősítő programokat, valamint gyermekjóléti pályázatokat érintő fejlesztést indított el. Látható az, hogy Szerencs a jövőben is nagyon-nagyon sokat fog fejlődni. Az, hogy ez az út itt megépül, ez mind-mind azt szolgálja, hogy ezek olyan fejlesztések lesznek, amelyek az itt élők érdekeit fogják előrébb vinni. A kormánypárti képviselőjelölt hangsúlyozta, célja, hogy a térség érdekében folytassa az édesapja által megkezdett munkát. Ebben az évben és jövőre is közelebb zárkózhat a magyar gazdaság az uniós átlaghoz, így látja a kormány. Legutóbb a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója beszélt erről egy interjúban. Továbbra is próbálja segíteni, ösztönözni az állam a cégek beruházásait. Ma több olyan esemény volt, ami elemzők szerint bizakodásra adhat okot. Ez a 75 milliómodik önindító, ami legődült a Sega Hungary cégcsoport Miskolci üzemének gyártósoráról. Az itt készült termékeket, az önindítók mellett például a generátorokat és a start-stop indítómotorokat a világ nagy automárkáiba szerelik be. Minél több korszerű technológiai működő zöld szempontokat figyelembe vevő és a magyar emberek érdekeit szem előtt tartó vállalkozásra van szükség. Az innovációs és technológiai miniszter arról beszélt, a kormány a járvány időszakában is arra törekszik, hogy a digitalizáció több új, magas hozzáadott értéket termelő munkahely jöjjön létre, mint amennyi munkahely megszűnik. Ennek a célnak az elérésében számítanak a kínai tulajdonú autóipari vállalatra, és persze Miskolcra, hiszen a város minden feltételnek eleget tesz, hogy ipari és innovációs központtá váljon. Miskolcra épül a 8 magyarországi tudáspark, magyarul Science Parknak hívjuk, hogy jobban értető, egyike, ami számos tudományág, többek között a mechatronika, a nanotechnológia, anyagtudomány, a környezetipar, illetve az elektronikai ipar számára jelent lehetőséget. A Miskolci Egyetem egyike a modellváltó felsőoktatási intézményeknek. A Miskolci Egyetem fontosságáról beszélt az igazságügyi miniszter, az Észak-Kelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna irányító bizottságának ülésén. A felsőoktatási intézmény több egyetemmel együtt kulcsfontosságú része a zónának. A kormány a közelmúltban döntött úgy, hogy a gazdaságfejlesztési stratégia részeként 4 gazdaságfejlesztési zónát hoz létre, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott területi fejlesztéseket. A zóna több megyét és azok felsőoktatási intézményeit is összefogja. A Debreceni Egyetem, annak Szolnoki Kampusza, az Egri Eszterházi Károly Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem és a Miskolci Egyetem megértette és vállalta a felelősséget. Nem egymással kell versenyeznünk. A versenytársak a zónán kívül vannak.
Nem gyengíthetik egymást, munkamegosztásban kell erősíteniük a térséget. Ez pedig már Szabadbattyány, ahol a Loksol Kft. Üzemében egy speciális, nagy szakmai tudást igénylő heggesztést végeznek. A vállalkozásnál áramfejlesztőket készítenek. A cég most 18,5 millió forint támogatást kapott a Nemzeti Exportvédelmi Programon belül, annak érdekében, hogy termékeit a külpiacon is értékesíteni tudja. Nekünk most az a célunk, hogy a magyar gazdaság eddigi eredményeit megvédjük, és ennek egyik legfontosabb záloga a magyar cégek export teljesítményének fenntartása és új exportpiacok megszerzése. Mi nem egyszerűen csak azt szeretnénk, hogy a magyar gazdaság túlélje ezt a nehéz időszakot, hanem azt szeretnénk, hogyha a világjárvány után a magyar gazdaság erősebb lenne, mint volt azt megelőzően. A miniszter hozzátette, ehhez elengedhetetlen, hogy a versenyképes magyar termékeket a külpiacokon eladják. Ezért született meg a támogatási program is. Újabb 71 Magyarországon működő nagyvállalat kap támogatást, ezúttal 207 milliárd forint értékben. Ezt szintén Szijjártó Péter jelentette be Székesfehérváron a Köfém új gyáregységének alapkőletételén. A miniszter szerint a kormány versenyképesség növelő támogatási programjának köszönhetően beruházások valósulnak meg, és új munkahelyek jönnek létre. És az alacsony adóknak, a magyar emberek munkájának, szorgalmának és kreativitásának, valamint a politikai stabilitásnak köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy ennek az új világgazdasági korszaknak a nyertesei közé tartozzunk, főleg úgy, hogy ebben a versenyben szövetséget kötöttek velünk a nagy Magyarországon működő vállalatok is. Tovább tart a vita, hogy ki a felelős azért, hogy több mint fél évig jegyet lehetett venni Budapesten a BKK automatáiból az egyébként nem közlekedő reptéri buszokra. 14 millió forintot gyűjtött így a Budapesti Közlekedési Központ a pórul járt utasoktól. A buszjáratot már áprilisban leállították, a jegyeladást viszont csak néhány nappal ezelőtt. Arra sincsen egyelőre megnyugtató válasz, hogy ezt nem lehetett fél év alatt megoldani a magyar fővárosban, vagy lehettek olyanok, akik nem akartak. Ma már felirat figyelmeztetett a forgalmi változásra, és plakát sem népszerűsítette a repülőtéri járatot a De Ferenc téri megállóban. Nem így volt ez az elmúlt hónapokban. Korábban a 100 eljelzésű autóbusz innen a belvárosból vitte az utasokat a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. Egyedi díjszabással közlekedett, 900 forintba került egy jegy. A koronavírus járvány miatt azonban április 1-ével ideiglenesen megszüntették a járatot. A Közlekedő Tömeg nevű egyesület szerint azonban erről az utasokat nem értesítették megfelelően sem a megállókban, sem pedig a jegykiadó automatáknál. Azt tapasztaltuk, hogy júliusig semmi nem hívta fel az utasok figyelmét az automatákon. Azután, az első észrevételek után augusztusban is csak egy képernyővédő jelent meg arról, hogy a 100E busz nem közlekedik. Azonban ez is csak a 100E útvonalon található néhány megállóban, tehát ha valaki máshol akart jegyet venni, akkor egyáltalán nem kapott tájékoztatást továbbra se. A szervezet azt is közölte, szeptemberig több mint 15 ezer jegy fogyott úgy, hogy nem is volt járat. Az egyesület szerint a BKK ezen kívül az ugyancsak április óta nem közlekedő hajójáratokra is árulta a jegyeket, darabját 750 forintért. Több mint 14 millió forint bevételhez jutott a közlekedési társaság úgy, hogy nem nyújtott cserébe szolgáltatást. Az ügyben a Közlekedő Tömeg ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, üzletszerűen jelentős értékre elkövetett csalás büntettének gyanújával. A botrány kirobbanása után a BKK elismerte a felelősségét, és közölték, hogy megtérítik az ügyfelek kárát. Egy szombati közleményük szerint pedig már nem is váltható jegy a hajókra és a repülőtéri járatra sem a jegyautomatákban. Hozzátették azonban, hogy a gépek átállításáért 2,8 millió forintot kellett fizetniük az üzemeltető cégnek. A BKK egykori vezérigazgatója Vitézi Dávid szerint viszont ezért nem kellett volna fizetni, a szolgáltatónak 15 napon belül ingyen kellett volna átállítania a gépeket. A Budapesti Közlekedési Központ igazgatósági elnöke erre úgy reagált, hogy egy tavalyi szerződés módosítás miatt kérhetett pénzt az automaták üzemeltetője. Draskovics Tibor ismét megerősítette, hogy a BKK hibázott, sőt, az ezért felelős vezető már nem is dolgozik a cégnéve miatt.
Vitézi Dávid szerint az továbbra is kérdés, hogyan vezetik jelenleg a budapesti tömegközlekedésért felelős céget. Én azt gondolom, hogy a BKK-nak és Draskovics Tibornak is érdemes lenne megállni a bocsánatkérésnél, levonni a tanulságokat, hogy mégis hogyan és miként vezetik a budapesti tömegközlekedést, hogyha ilyen megtörténhet, és nem visszamutogatni és vádaskodni. Kerestük az ügyben a BKK-t is, de adásunkig nem érkezett válasz. 110 ember ellen emelt vádat az ügyészség költségvetési csalás, pénzmosás, valamint vesztegetés miatt. A legismertebb vádlott az egyik nagy hazai húsipari vállalat olasz tulajdonosa, aki egy időben a magyar fociban is szerepet vállalt. A vád szerint az olasz üzletember és társai több mint 6 milliárd forinttal károsították meg a költségvetést. A bűnszervezet vezetői ezt tagadják, ennek ellenére a 6 milliárd forintot már a vádemelés előtt önként befizették a NAV-nak. 1997-ben avatta fel Kiskunfélegyházi vágóhídját olasz tulajdonosa. A cég kezdetben napi 4000 sertést dolgozott fel. A vágóhíd mára az ország egyik legnagyobb húsipari vállalatává nőtte ki magát. Az üzemben évente már 1,5 millió sertést vágnak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatósága 2018-ban kezdte el vizsgálni a cég könyvelését. A vizsgálatból nyomozás, majd vádemelés lett. A Bács-Kiskun megyei főügyészség bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás és vesztegetés büntette miatt 110 vádlottal szemben emelt vádat, aki 2011 és 2018 között legalább 4 adócsaló bűnszervezetet működtetve több mint 6 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. A vádirat szerint a vágóhíd dolgozóinak egy része alvállalkozókhoz volt bejelentve, és nem is mindig a teljes összegre. A munkaerőt biztosító cégek pedig fiktív költségszámlák felhasználásával elkerülték az adófizetést. Az ügy elsőrendű vádlottja a vágóhíd olasz tulajdonosa. A bűnszervezet feltételezett vezetői, akiknek most 25 év fegyházbüntetés lehetőségével kell szembenézniük, valamennyien tagadták bűnösségüket. Ennek ellenére a vádiratban szereplő 6 milliárd forintot még a vádemelés előtt hiánytalanul és önként befizették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számlájára. A bíróságon ez mindenképpen enyhítő körülmény lesz. A Híradót Víg András tudósította. Két amerikai és egy brit tudós kapta az orvosi Nobel-díjat a hepatitis C vírus felfedezéséért. A három kutató munkája segített a vérútján terjedő májgyulladás elleni küzdelemben. Felfedezéseik eredményeként lehetett azonosítani egy új vírust, a hepatitis C-t, ami krónikus májgyulladást okoz, de némileg eltér a hepatitis A, illetve B vírustól. A friss Nobel-díjasok munkája a bizottság indoklása szerint milliók életét mentette meg.